455 gyerek ebédel most összesen a 3 Pécseli óvodában, 50-nel több, mint amennyinek hely van. Pedig 50 óvodás felvételét vissza is kellett utasítani. A pedagógusok kénytelenek bútorokat pakolni a délutáni altatások során, különben nem férnének el az épületekben. Az asztalokat, székeket föl kell szedni, ki kell vinni a csoportokból, és úgy tudjuk csak az ágyakat letenni. Tehát ezért ez óriási nagy problémát jelent. Az alig másfél hónap múlva kezdődő új tanévben megduplázódhat a Pécseli óvodákba jelentkezők száma az önkormányzat szerint. Ezeket a felvételeket januárban készítettük, még csak néhány üres telket hirdettek a domboldalon. Ezek pedig a friss képek, egymás hegyén hátán építkeznek. Az új lakók már év vége előtt beköltöznek, főleg 2-3 gyerekes családok a Hitelnet területi vezetője szerint. Itt ugyanis nagyjából 23 millió forintból 90 négyzetméteres újépítésű ingatlan tudnak vásárolni, ilyenre lehet optimálisan kihasználni a 3 gyerek után járó 10 milliós csokkot és a 10 milliós kedvezményes kamatozású hitelt. Egyértelműen olcsóbb ez a keleti rész, mint Budapest nyugati agglomerációs települései. Árban nagyon kedvezőek itt az ingatlanok. A pécseli polgármester azt mondja, fogalma sincs, mihez kezdenek majd óvodák nélkül, óvodáskorú gyerekek tömegével. Szerinte a kormány hibázott, mert tervezniük, számolniuk kellett volna azzal, hogy az agglomerációs települések hirtelen túlnépesedhetnek. Kedvezménysorozatot előkészítés nélkül nem készítek el. Tehát nyilvánvaló, hogy nem futni kellene normál esetben az események után, hanem ezt úgy kellett volna, hogy meghirdetjük a csokot, és előtte felbővítjük az óvodai létszám helyeket. A miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter megkeresésünkre támogatást ígért a városnak új óvodai férőhelyekhez. Azt viszont nem mondta meg, hogy mikortól kaphatnak ilyet. Rogán Antal szerint a pécseli példa bizonyítja, hogy működik és célt ért a kormány otthonteremtési programja. Forduljanak bátran a kormányhoz, és a kormány majd valamelyik ülésén az ezzel kapcsolatos kérelmeket meg fogja tárgyalni. Az ilyen támogatási kérelmeknek mindig örülni szoktunk, hiszen az azt jelenti, hogy több lakás épül az országban, és várhatóan több gyerek is lesz. Ezért azt gondolom, az ország számára is egy jó hír. A Nemzeti Bank szerint a magyar háztartások 40%-a, vagyis 1.600.000 család jogosult a csokra, és közülük nagyjából 300.000-en szeretnék felvenni a támogatást.